ordító szakmunkás hiány Magyarországon. Közben jogszabályok nehezítik a Szerbiából toborzást. Nincs olyan ember, akinek nem degradáló, hogy így néz ki a keze. Miért tanulják? Milyen előnyöket jelenthet a szerb nyelv Budapesten? Pogledaj drugi zadatak. Imam nekoliko reči tamo. Pokušaj prevesti ove reči na mađarski jezik. Kis magyar terrorizmus történet. A csantavéri Matuska Szilveszter nevéhez kötődő 85 éves Biatorbágyi merénylettől a három héttel ezelőtti Király utcai robbantásig. Akarta a nyilvánosságot ehhez, tehát van egy megfélemlítési faktor, ami valóban a terrorizmusnak egyébként egy jellemzője. Évek óta a csapból is az folyik, hogy Magyarországon égbe kiáltó hiány van a szakmunkásokból. Nincs elég szobafestő, heggesztő, lakatos, asztalos, esztergályos, bádogos, kőműves, és még sorolhatnánk. Az építőipar különösen érzékeny terület ebből a szempontból. A CSOK néven meghirdetett otthonteremtési támogatás miatt lakáspiaci boom elején járunk, de kérdés, lesz-e kivel elvégeztetni a munkákat? A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2000-es évek közepén még mintegy 330 ezeren dolgoztak az ágazatban, tavaly azonban már csak 270 ezeren. Épp egy budapesti ingatlan szépülésének vagyunk szemtanúi. Javítások és egyszerű festés lesz, tisztasági festés. Ez csak azért, hogy tiszta legyen a lakás. Itt nem látszik nagyon a minőség a munkánk, mert csak egy tisztasági. Mi azt szeretjük, mikor alaptól a végéig, és akkor látható, hogy azt festő csinálta, és azért csinálta, hogy az a rossz felület az milyen legyen. Szép legyen. Horváth Rudolf Szabadkán, Siflis Karcsi bácsi szárnyai alatt sajátította el a szakma csínyát-bínyát, ami megkapaszkodási lehetőséget biztosított a számára Magyarországra kerülésekor. Ma már sok mindennel foglalkozik, többek között Obrenovac díszpolgári címét is kiérdemelte a 2014-es árvíz idején végzett önkéntes munkájáért. Régebben annyira különbözött a szakmánk, hogy ugye kikevertünk ki, tehát egy ilyen reggeli érkezés az úgy néz ki, hogy este leáztattuk az anyagot, itt összekevertük, beállítottuk a tömítőanyagot, meg a kötőanyagot, és akkor azzal kentjük. Most meg kinyitjuk a vödröt és lekenjük. Tehát ennyivel javult, de ugyanúgy az alapot, ugyanúgy meg kell nézni, hogy teszek-e rá alapozót, nem teszek rá alapozót, lekaparom-e, meddig kaparom le. Tehát ez még azért csak szakma maradt a szakma. A felhigulás nyomait folyamatosan tapasztalják. Nagyon sok jó szakember kiment külföldre, és akkor ugye az fordult elő, hogy lett egy nagy vákum, tehát nincsen elég szakember. Ilyenkor az szokott történni, ez ilyen normális világfolyamat, hogy ketten lesznek festők, a boldog meg a boldogtalan, és nem egy olyan munkáról hallottam, ahol elkezdték a munkát, a tulaj kipakolt, és a munka felénél, amikor már belesültek, akkor vallották be úgy mond, hogy ők nem is festők, csak pénzt akartak keresni, akkor elzavar, és utána még két hónapig úgy állt a lakás, és akkor talált egy festőt, aki megcsinálta normálisan. Mert azért akárhogy, akármennyire leegyszerűsödött, tehát készanyagok vannak, meg azért akkor is a festés az egy szakma. Ezért nem javítom én az autómat, mert én festő vagyok, de biztos, hogy nagyon pipa lennék, hogyha a szerelőm saját maga festene. Mert ha én otthon nekiállok sütni a kenyeremet, megjavítom az autómat, megvarom a ruhámat, akkor a szabóm, a pékem és az autószerelőm éhen fog halni. Tehát nem szabad megszakítani egy folyamatot. Na, ez mit csinál? Gipszre ragasztok csempét, mi? Szakma varázsa. Gyuri, igen? Itt van egy ilyen lődörgős csempe, emögé majd nyomjatok azt a... A szakmunkák iránti igény fokozódása ellenére egyelőre nem következett be az ugrásszerű bérnövekedés. Itt Magyarországon egy festő, hogyha megkeresi ott azt a feketén, fehéren, azt a 3-4 százezer, az már segít a földözői örömeibe. Senki nem akar például 3-4 évet azért járni iskolába, hogy csak egy festő legyen. Mindenki
Régebben azt mondtam, mindenki ilyen IT-buzi akar lenni, de már nem igaz, mert azokból is hiány van, tehát már azt sem akarnak lenni, nem tudom, mit akarnak lenni, szuperhősök vagy Pokémon vadászok, vagy nem tudom mi. Tehát egyszerűen nincs olyan ember, akinek nem degradáló, hogy így néz ki a keze, de engem például ezt is a Siklis Karcsi bácsi tanított meg, hogy nem szar ez, ami rajtad van, ez igazándiból a pénz, ami rajtad van, pedig a festő az egy áldott jó szakma, nem dolgozik hidegbe, vagy csak legritkább esetben, tető van a feje fölött, nem ázik, nem fázik, még egy burkoló mindig bejön abba a mogorba, malterozott lakásba. Mi, hogyha egy frissen bevakott lakásba érkezik egy festő, akkor ugye kigleteli kifestés, akkor ő alkotta meg azt a szépet. De akkor érezzük jól magunkat, hogy dolgozunk. Én nem dolgoztam, beteg voltam folyamatosan. De nem vicc, komolyan mondom. Minden baj előtt. Jó, elkezdtünk dolgozni, utána meg olyan volt. Akkor ez készen van. A szakmunkák közötti hierarchia nem egy lebetonozott rendszer. Ha most egy burkolóval beszélnétek, ő ugyanezt elmondaná a festőről, hogy leburkolok, meg minden, és akkor odajönnek a festők, összeszarnak mindent. De a villanyszerelő azt mondja, hogy csak topognak a nyakamba, én azt mondom, hogy a villanyszerelő meg ne gipszeljen, meg mindig ilyen csümbőköket hagy, amit utána nekünk le kell vakarni. De még egy kicsit megvárjuk, hogy megszáradjon ezek a foltok, és akkor utána tudjuk előjavítani, és utána akkor kell is. A 80 országban jelenlévő munkaerő közvetítő ügynökség budapesti irodájában arról mesélnek, hogy már szinte könyörögnek a cégek a jó szakmunkásokért. Gyakran előfordul, hogy a munkaerő hiány miatt nem tudnak fejlődni, kiszolgálni az ügyfelek igényeit. Egyre több munkáltató, és mi is azt a stratégiát folytatjuk, hogy a relokációs módszerrel elégítsük ki a munkaerőigényét a cégeknek. Tehát a többi olyan ország részből, ahol a környékben kevesebb munka lehetőség van, és adott esetben ezért az elérhető bérek is alacsonyabbak, megtalálni az olyan munkaerőt, aki mobilis, rugalmas és hajlandó egy olyan döntést meghozni, hogy adott esetben hosszabb távon is, lehet, hogy a családjától távol van, de több száz kilométerre az eredeti lakhelyétől hajlandó dolgozni. Az alacsonyabb bérigényű szomszédos országokban is szívesen szétnéznének, de ennek vannak bizonyos akadályai. A harmadik ország beli munkavállalók, ugye két ilyen szomszédos országunk van, Ukrajna és Szerbia, hogyha onnan akarunk áthívni valakit Magyarországra dolgozni, akkor a bevándorlási hivatal és a munkaügyi központ együttes ügyintézési ideje az a gyakorlatban azért 3 hónapot is igényelhet, és nagyon kevés cég van, aki ennyire előre tud látni, és azt tudja mondani, hogy igen, ez a munkavállaló nekem 3 hónap múlva is biztos, hogy kelleni fog. A Tiszavidék bánáti oldalán török kanizsán született Kovács Ákos. Gyorsan ráragadt így a szernyelv, nem jelentett neki a későbbiekben olyan problémákat, mint sok más kortársának a folyó túloldaláról. Egyetemi évei alatt gyakran fordultak hozzá segítségért magyar ajkú kollégái, ha nem boldogultak Újvidéken a bürokrácia útvesztőiben. Mindig is hasznát vette nyelvtudásának, de 4 évvel ezelőtt épp egy kilátástalanabb élethelyzetben hirtelen nagy előnye lett belőle. Én tulajdonképpen már egy ideje terveztem, hogy valahova lelépek. Mondjuk Magyarország az épp nem volt közte, de egy ismerősöm szólt, hogy neki is úgy szóltak, hogy van egy ajánlat Magyarországról, keresnek valakit, aki jogot fejezett, magyarul, szerbül, meg angolul beszél, mielőtt egy új gyógyszert piacra dobnának, ki kell próbálni embereken. És hát a mi cégünk szervezi le a kutatásokat, és mi tárgyaljuk le a kórházakkal, hogy ők teszteljék ezeket az új gyógyszereket. És a nyelvtudás miatt én megkaptam a volt jugoszláv országokat nagyrészt, és hát
velük tárgyalok. Szerbia, Horvátország, Montenegro. Először én még otthon nem gondoltam volna, hogy külföldön nekem a szerb nyelv az valamilyen előnyt fog jelenteni, de főleg ezen a munkán rájöttem, hogy a szerb nyelv az itt egzotikusnak számít, és hát ugye minden nyelv előnyt jelent, de mivel ugye szomszédos országról van szó, itt még nagyobb előny, ha beszél valaki szerbül. Több vajdasági ismerősét is beajánlotta azóta a cégbe, sőt a konkurenciánál is helyezkedtek már el vajdaságiak Ákos protezsálásának köszönhetően. Legtöbbet azért magyarul beszélek, mert az összes kollégám bent az irodában magyar. A szerb meg a horvát az elég sok, mert elég sokat telefonálok, meg amikor szerződéseket írok, akkor is fordítanom kell az angol szöveget. És amikor meg külföldi kollégákkal beszélünk telefonon vagy e-mailben, akkor ugye az az angol rész. Mert ugye, ha van mondjuk egy román kollégám vagy egy bulgár, akkor ugye velük is angolul beszélek. De hát ilyen harmad-harmad alapon van szerintem egy nap az a három nyelv. Ha valami nagyobb nézeteltérés van, akkor vagy a kórház, vagy pedig tőlünk, akik a menedzsment, azt mondják, hogy jó, akkor sajnos nem tudunk együttműködni, és akkor keresünk valaki mást. De ez nagyon ritka. Mert általában a szerb kórházaknak is jól jön a plusz bevétel, és nekünk meg szükségünk van a kórházakra. Úgyhogy általában megtaláljuk a közös nyelvet. Például a szerbet. A budapesti születésű Gál Krisztián Szegeden végzett szerb szlavisztika szakon. Az évfolyamból ő volt az egyetlen, aki nem vajdaságból származott. Számolni sem tudja, hányszor kellett elmagyaráznia, hogyan került oda, miközben semmi kötődése nincs a térséghez. Különösebb indokot nem is tudott felmutatni, egyszerű szimpátiáról van szó esetében. Pont amiatt kezdett szerbé érdekelni, hogy kicsit olyan titokzatos ország, főleg ugye most majdnem 10 évvel ezelőtt volt ez, amikor elkezdtem, akkor még csak annyian sem járkáltak ki, mint turista, mint most. Ugye volt ez a háború a 90-es években, emiatt mindenki talán kicsit tartott is Szerbiától, meg ettől a térségtől, engem pont ez vonzott benne valamiért. Én akkor kezdtem tanulni a szerbet, vagy azelőtt kezdtem tanulni, ott kimentem volna egyáltalán. Tehát szerencsém volt, azt hiszem, hogy úgy mehettem már ki, hogy tudtam szerbül, mert nagyobb élmény volt így, tehát ott tudtam már a nyelvet használni. Nem könnyű Budapesten professzionális szerb tanára bukkanni. Krisztián elmondása szerint 3-4-en vannak, akik kifejezetten ebből élnek. Őket ugrasztják a különféle nyelviskolák is, amikor valaki ilyen igénnyel kopogtat be az ajtajukon. Az egyik réteg az pont a vajdaságból származó magyarok, a másik, akik itt születtek, itt élnek, viszont valami miatt szeretnének szerbül tanulni. Egyik a munka miatt tanulnak, tehát ők általában mondjuk a munkahelyen megkövetelik azt, hogy tanuljanak, vagy kezdjenek foglalkozni szerbe, mondjuk nyitnak a régió felé. Tehát ez szokott tipikus lenni, hogy kell egy olyan kapcsolattartó, aki tud kommunikálni az adott régióval. Vagy mondjuk járnak oda ki tárgyalni, és úgy egyszerűen boldogulni akarnak ott a hétköznapokban, még akkor is, hogyha mondjuk a tárgyalás nyelv az angol és nem a szerb. És vannak azok, akik egyszerűen kedvtelésből. Tehát azt hiszem, hogy ők a legnagyobb csoport egyébként, akik csak érdekel a szerb nyelv, meg a balkáni kultúra. A vajdasági magyarok esetében sokszor csak egy kis korrekcióra és megerősítésre van szükség. Vannak, akik eleve jól tudnak szerbül, és azért jönnek, hogy kicsit összegezzék a tudásukat, és mondjuk egy papírt is szerezzenek erről, mondjuk egy nyelvvizsga formájában, ők általában felsőfokra mennek. Tehát akik így kerülnek hozzám, mindig a felsőfokra készülünk fel, átveszünk a nyelvtant, alapoktól az egészen szépen fölépítjük, a nyelvvizsga kompatibilissá tesszük, lehet így mondani, de nekik a szókincsükkel már semmi probléma nincs. És a másik rész, akik nagyon kezdők, tehát úgy kerülnek hozzám, hogy többnyire amúgy fiatalabbak is, hogy tehát kint elvégezték az általános iskolát, adott esetben vagy esetleg a középiskolát, de olyan közegben nőttek föl, ahol nem volt lehetőségük szerbül beszélni, nem voltak mondjuk szerb barátaik, vagy társaságban nem voltak szerbek, akikkel tudtak volna gyakorolni, és
ők pedig amiatt, hogyha visszajárnak ugye haza, akkor ott elboldoguljanak. Egy harmadik típusba tartozik a mai diák, Tóth Tímea. Ő már Magyarországon született és nőtt fel, de családja a Vajdaságból települt át. Amikor átjöttek ide, apukám még nem tudott magyarul, tehát gondolom arra feküdtek rá, hogy elsősorban ő felzárkozzon, és így el tudja kezdeni az életét. Semmilyen kényszer nem volt arról, hogy elkezdjek beszélni. Hát így eltelt egy kis idő, és hát így kezdett kellemetlenebb lenni azért, hogy már hozzám jöttek oda, nem a szüleimhez. És ezért egy éve kezdtem egyébként bele. Tehát folyamatosan bennem volt, de egy éve született meg az, hogy most itt elég, és akkor kezdjünk el felzárkózni valahogy. Kint a szüleimhez is úgy érzem, hogy ezáltal így közelebb kerültem, tehát egy csomó mindent jobban megértettem. Folyamatosan ért meg az igény egy nyelvtanárra. Annak ellenére, hogy a családon belül bővelkedtek a szertudással bírók. Egyébként eljött az az idő, amikor úgy belekezdtünk, hogy na, akkor tanuljuk otthon. Viszont ugye egy bizonyos idő után, én már ezt nem tudtam így a nyelvtan nélkül elképzelni. Tehát mondja, hogy ezt így kell mondani, de miért? Nyilván, aki ezt nem tanítja, azt nem tudja elmondani, és hát utána jöttek ilyen akadályok utána, mert így teljesen letettem róla, hogy én úgy voltam, hogy otthoni körülmények között nem tudom megtanulni. Úgy itt a nyelvtannak a megértésére kell törekedni, különben nem tudok mondatokat megfogalmazni egyáltalán. Úgyhogy próbálkoztunk vele, de ez így abban maradt mindig. Több-több ilyen felvonás volt, hogy na most majd csak úgy beszélünk, mert az úgy menni fog. Hát szerintem ez egy bizonyos korig megy, utána már nem. A tanár úr szerint diákjai hamar felismerik, hogy a szerb egy logikus és tanulható nyelv, és a beszélgetési lehetőségeket is meg lehet találni Budapesten. Az elmúlt egy-két hónapban nyíltam meg efelé, hogy most már otthon is mondtam, hogy akkor beszélnek úgy hozzám, vagy rengeteg ismerősünk van itt, a szüleimnek szinte az összes, akik tudnak szerbül, és hát akkor így velük elkezdtem használgatni, de egyébként élesben így nem. Tehát egyébként, amikor kim voltunk, vagy kiutaztunk, legtöbbször Újvidékre járunk, ott pedig így hallgatóztam, meg próbáltam megérteni, és ilyen büszkén mosogtam magamban, amikor ilyen végre értem, és már az is jó érzés volt még, úgyis, hogy nem beszéltem. Néha egészen triviális élethelyzetek szolgálhatnak motivációul. Volt egy tanítványom, aki azért jött el, mert a szomszédja szerb, és vele szeretett volna beszélgetni. Tehát így összebarátkoztak elég hamar, mert a hobbiuk tenisz volt mind a kettejüknek, és szeretett volna vele beszélgetni, és ő is szívesen tanult egy másik nyelvet, vagy egy új nyelvet, és úgy gondolta, hogy ez hasznos számára, vagy előny számára, hogyha tudja is gyakorolni a szomszédjával, aki már addig a barátja lett. Úgyhogy kitartó volt, igen. Igen, eléggé kitartó volt, úgyhogy el is jutott egy egészen szép szintre, és tudtak kommunikálni, végül tudtak beszélgetni. Mivel horvátot is tanít, gyakori jelenség, hogy a dalmát, vagy épp a montenegrói tengerpartról frissen hazaérkezettek, nagy lelkesedéssel belekezdenek az órákba. Ugyanakkor az is jellemző, hogy náluk apad ki leggyorsabban a tudásszomj. Rajko Milić, a VST napilap szerkesztője is egyenesen Podgoricáról érkezett Budapestre a figyelő heti lap Balkán Express rovatának meghívására. Az est témája a közelgő montenegrói választások voltak. Ez az úriember pedig a rovat megálmodója és szerkesztője, akivel akár az előző helyszínen is összefuthattunk volna, hiszen ő is Krisztián tanítványa. Éltem Bulgáriában, elég jól megtanultam bulgárul, de előtte én még orosz szakos voltam az egyetemen, tehát én oroszul is tudok. És amikor elkezdtem sokat járni Szerbiában, akkor a bolgár meg az orosz alapján tulajdonképpen egész jól el tudtam boldogulni. Hát nyilván beszélni nem annyira, de hogyha láttam egy feliratot, akkor rögtön értettem, hogy miről van szó. Aztán, hogy egyre többet jártam oda, egyre többet értettem, néha már megszólalni is mertem, de úgy, hogy fogalmam sem volt, hogy igeragozás, meg a padezsek, meg a többi, hanem csak úgy ösztönösen, és eljött az az idő, amikor úgy gondoltam, hogy ezt rendszerezni kéne, ezt a tudást, és akkor jelentkeztem Krisztiánnál. Ez szerintem ez olyan 3-4 éve lehetett. Az volt a célom, hogy letegyek egy középfokú nyelvvizsgát. Ezt az akadályt olyannyira könnyedén vette, hogy csak hamar emeltette a lécet. Most volt hétvégén az írásbeli nyelvvizsgám, én azt gondolom, hogy ez jól sikerült, hiszen én az életemben nagyon sok szerb szöveggel foglalkozom, viszont a szóbeli az sajnos az nem nagyon sikerült. Úgyhogy majd megyek vissza a Krisztiánhoz egy kicsit gyakorolni. A 2013. július 1-e, vagyis Horvátország EU csatlakozása óta futó rovat az egyik legalaposabb figyelője Magyarországon a balkáni eseményeknek. Ennek a munkának oroszlán részét István vállalja magára. Szoktam találkozni
kollégákkal, akik szintén a másik országok vannak és a Balkánnal foglalkoznak, konferenciákon, ilyen-olyan helyeken, csak hogy össze szoktunk hajolni és megbeszéljük, hogy igazából azért nekünk van a legstabilabb munkahelyünk a világon, mert itt gyakorlatilag itt mindig történik valami, rendkívül érdekes dolgok vannak, tehát ha valaki csak egyetlen országra is koncentrál itt a balkáni államok között, akkor is rettenetesen izgalmas és nagyon változatos, ami ezekben az országokban történik. Tehát az én szempontomból nekem minden ország kedvenc ország, és én most éppen Macedóniát tartom egy rettenetesen érdekes gócpontnak, ugye nem sokára az év vége felé választások lesznek, olyan mindent eldöntőek, mint most a hétvégén Montenegróban. De ha az olvasói igényeket is figyelembe veszük, akkor egyértelmű, hogy ennek a régiónak Szerbia az alfája és az omegája. Ráadásul a vajdasági magyarság miatt számunkra ez a vajdasági történések azok kiemelten fontosak. Gyakorlatilag úgy próbáljuk a cikkeket összeállítani, hogy az írásainknak akár a fele is Szerbiával foglalkozik. Ezen belül pedig ezeknek az írásoknak is mondjuk a fele az ilyen vajdasági magyar történésekről számol be. Öt évvel ezelőtt, 1931. szeptember 13-án, éjfél után 20 perccel érkezett meg ide a Biatorbágyi viadukthoz a bécsi gyors. Ekrazittal töltött pokolgép várta a szerelvényt, melynek felrobbanása után a vonat a völgybe zuhant. 22 halálos áldozatot követelt, a magyar történelem mindmáig legnagyobb hírű terrorista akciója. A helyszíni kavalkádban kihallgatták a csantavéri származású Matuska Szilvesztert is, aki rendkívül furcsán viselkedett. Matuska is ezt mondta, hogy ő is a vonaton utazott, és a vonatból kiesett, és ez tűnik fel a csendőrségnek, hogy hát ilyen sérülés nélkül megúszta, hogy a mozgó vonatból a robbantás következtében kiesett, és semmiféle sérülés nem volt rajta. Sőt, ott a vasútállomás környékén még az arcát is valami szöggel megpróbálta egy kicsit, hogy alkalmassá tegye magát arra, hogy hát ő mégis valamiféle sérülést szenvedett. De ha ő nem mondja magáról, hogy ő kiesett és élve maradt, nem csak egy ilyen szimpla tanúvallomást, ez tulajdonképpen nem került volna a gyanúba, de a feltűnésével és ilyen viszketegszerű nyugtalanságával ott önmagára is felhívta a figyelmet már rögtön a robbantás után. Vardjai Gyula Merénylet a merénylet ellen alcímmel írt könyvet a témáról, utalva arra, hogy a matuskát vallatók maguk is bűnösökké váltak, mivel az eljárás során mindent megtettek azért, hogy őt kiáltsák ki az egyedüli bűnbaknak. Holott nyilvánvaló jelek utaltak arra, hogy nem hajthatta végre önállóan a merényletet. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a pokolgépet hatalmas súlya és mérete miatt nem helyezhette el egy ember a síneken. Őt Bécsben tartóztatták le, mert közben aztán merénylet után kiment Bécsbe, ott is volt lakása, és aztán magyar részről nyomozók is bekapcsolódtak a bécsi kihallgatásába. És ez nagyon érdekes, hogy ott mondta el tulajdonképpen Bécsben a legtöbbet önmagáról és a merényletről. Ez volt az úgynevezett Bergman vallomás, mert ott emlegetett egy Bergman nevezetű tanút, aki vagy volt, vagyis egy felbújtót, aki vagy volt, vagy nem volt. Ez valami olyasféle derült ki a Bécsben tett vallomásából, hogy valamiféle nemzetközi brancs is állhatott mögötte, vagy attól kaphatott valami felbújtásra utaló parancsfélét, mert ilyenek voltak, hogy úgy adták meg egymásnak a jelet, hogy a fülébe kellett dugni az egyik ujját, mert hogy ez volt az összeesküvés szerint, de ezek is elég zavarosak. Szóval ő másnap mindig visszavonta, amit mondott, meg érkeztek más országokból is nyomozók, de nem nagyon tudtak vele mire menni. A merénylet másnapján a Károly Gyula kormány országos statáriumot hirdetett.
A közhangulatot arra használta fel, hogy lesújtson a Magyar Kommunista Pártra. 10 hónappal a robbantás után kivégeztette annak 2 vezetőjét, Sallai Imrét és Fürst Sándort. Matuska előéletéből nem rajzolható ki politikai tevékenység. Nem volt párttag, ismerősei között sem voltak aktívan politizálók. Mondhatni, hidegen hagyta a politika világa. Hát halálra ítélték, de azt államfői kegyelmet kapott éppen azért, hogy ugye Ausztriában, tehát ha a kiadó országban nincs halálbüntetés, akkor a fogadó országban se lehet halálra ítélni, és így oldották meg, hogy nem végezték. Hát nyilván kivégezték volna. Itt alacsonyabb vagy kevesebb számú áldozat ér is akasztófaját. Matuska 1922. júliusában hagyta el szülőföldjét, felvette a magyar állampolgárságot, és családjával Budapestre költözött. A merénylet előtti években kereskedelemmel és ingatlan spekulációval foglalkozott, az ellene indított perek és felesége betegsége miatt anyagi és lelki válságban volt. Talán az volt a személyisége, hogy nem volt személyisége. Ez mindvégig megvan, hogy valaki őt állandóan utasítgatta, hogy most mit csináljon, mert és ő csak a szellemnek a parancsait teljesítette, ami hát meglehetősen alacsony színvonalú védekezés volt. A bíróságok se találták se Ausztriában, se Magyarországon, hogy mi volt Matuska motívuma. A motivációk felfejtésével, a tettesek beazonosításával a későbbiekben is bőven akadt baja a magyar bűnüldöző szerveknek. Bár viszonylag ritkák voltak az országban a terrorizmus kategóriájába sorolható jelentősebb akciók, jellemző rájuk, hogy nagy arányban maradtak felgöngyölítetlenek. Ugye Matuska szilveszter után, bár kisebb, ugye mondjuk egy szoborrobbantás vagy más évek, most a háborús időszakot ne számítsuk ide, amikor a hidegháború elindul, akkor Magyarország alapvetően tranzitországként működik, tehát nem célpontja a terrorista mozgalmaknak, és a magyar terroristáknak, mondjuk szeparatistáknak a elszakított területeken nincs esélye kinőni a kommunista uralom miatt. Tehát a nemzetiségi kérdésre épülő terrorizmus a szovjet szatellit államokban nem valósulhatott meg. Ez később se jön felszínre. Ami látható, hogy mondjuk a 80-as évek végére a Vörös Hadsereg frakció ugye hajtott végre itt is támadást, egyszer ugye a Ferihegyi reptére tartó izraeli utasokat szállító busz ellen végeztek robbantást, illetve volt egy metrómerénylet is. Ezután leginkább a szervezett alvilág az, aki egymás elleni akciókban, ma terroristának minősíthető esetekben számol le egymással. Ugye a Mátyás templomi robbantás országgyűlési bejáratnál történő robbantás az a politika alvilág összefonódásából következő, de nem áldozatokkal járó, vagy csak célpontokkal járó merényletek. Majd a 2000-es évek közepére ugye a magyarok nyilai és néhány most a szélső jobboldali szervezeteknek tulajdonított merénylet az, ami valamennyire a magyar terrorizmus történetét színezi, de azért ezeket nem lehet összehasonlítani a méretében és hatékonyságában, és leginkább motivációjában is nehéz a mondjuk iszlám állam által végrehajtott európai merényletekkel. Az elmúlt hetekben ismét egy robbantás rázta meg a magyar közvéleményt. A Terész körút és a Király utca sarkán szeptember 24-én este egy szögbombát robbantott fel a máig ismeretlen elkövető. Ha valaki 2 rendőrt ki akar végezni, azt a egyik legforgalmasabb útszakaszon egy péntek éjszaka kellős közepén tegye, ez mindenképpen azt mutatja, hogy akarta a nyilvánosságot ehhez, tehát van egy megfélemlítési faktor, ami valóban a terrorizmusnak egyébként egy jellemzője. A másik oldalról az, hogy 2 random kiválasztott rendőr járőrt végezni ki, ilyenre gyakorlatilag nem nagyon volt példa, tehát hogy ez a rendőrségnek szánt üzenet, vagy milyen jellegű robbantás, ezt ebből nem nagyon lehet dekódolni, és nyilván a magyar rendvédelmi szervek számtalan játszmában lehetnek, a természetes működésüknél fogva versenyző szolgálatokkal és másokkal, külföldi erőkkel, akik szintén adott esetben provokáció gyanánt is elkövethetnek hasonlókat. Így, hogy ez a népszavazás előtt történt, ugye majd hosszú távon az a kérdés fogja megválaszolni, hogy ki lehetett a legvalószínűbb elkövető, hogy ki az, aki a hosszú távon a legtöbb hasznot ebből húzta és felépítette magát a merényletre. Kedves nézőink, mára megköszönjük figyelmüket. Legközelebb november 20-án jelentkezünk a vajdasági szálakkal átsző budapesti mindennapokkal. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be.